Igen, Darcy, üljünk ki, kisebb a magasságkülönbség. Sziasztok, üdvözlök én is mindenkit a mai napon. A G2, valamint a Unicorns of Love összecsapásán az első az utolsóval mérkőzik meg. Ki gondolta volna ezt a szezon előtt, Darcy, te? Hogy az első lesz a G2 és az utolsó az OL? Szóval üdvözlünk mindenkit. A második összecsapás szerintem, hogyha megint egy ilyen repülő rajtal tud megindulni a Unicorns of Love számára, akkor még nincsen veszve semmi. A választások összességében helyén voltak. De azért egyetlen egy csapat harcon egy egész mérkőzés el tud úszni, ezt pont most láthattuk egyébként. Sőt, már voltak olyan szezonok, amikor ezt egyfolytában láttuk, például Észak-Amerikában 40 percig megy a csihi-puhi, aztán egy csapat küzdelem és vége a mérkőzésnek. Most is hasonló volt a helyzet, és egy olyan kompozíciót hozott el a G2, ami a játékkorai szakaszában rendkívül büntethető volt. Ezzel istennő köncsepével, Ryze istennő köncsepével, Maokai, mire tank lesz, azért eltart egy kis ideig. Ezzel szemben a Unicorns of Love egy olyan kompozíció, ami a játék korai és középső végső szakaszára is használható, hiszen azért a játék legvégső szakaszában a legmagabiztosabb sebzés hordozó, hiszen területre tud folyamatos sebzést kiosztani. Ennek ellenére tudta Unicorns of Love veszíteni egy ilyen döntő csapatharcban, Purse hívása pedig zseniális volt ezzel a teleporttal. Egyrészt, másrészt arra a csapatharcra én alapvetően visszaszerettem volna több dolog miatt is térni. Az első az az, hogy az egy nagy hiba volt, viszont rengeteg apró hiba vezetett végül ahhoz, hogy a Unicorns of Love ilyen csúfondárosan elbukja a csapat küzdelmet. Például az, hogy nem tudták abba hagyni a csapat küzdelmet, pedig a lehetőségük alapvetően megvolt rá. Egyrészt ott kezdődött az egész, hogy azértnak nem talált be a császári falangsza. 60 fokon múlott az egész. Márpedig a gyilkosság az véleményem szerint tök simán meg lehetett volna, nem volt se villanása, se gyógyítása Sven Ezriének, az pedig ugye, ha egy ingyen gyilkossága játszik késői szakaszában, az elég sokat tud számítani. Illetve utána, amikor érkezett be Rek'Sai, ugye a Tricknek a Rek'Sai-ja, nem számolt egész egyszerűen Hillisong azzal, hogy neki van egy villanása, és a buborékot rosszul pozícionálta. Maradjunk annyiban, hogy ez a csapatharc rengeteg apró hiba miatt vezetett ahhoz, hogy Unicorns of Love elbukja az előnyét, de térjünk is át, úgy gondolom, a tiltási választási fázisunkban, ahol az első meg is van, nem más, mint Illaoi. Aki véleményem szerint azért nem egy rossz tiltás, láttuk már, hogy a felső ösvényen, főleg akkor, hogyha megvan a passzívját, ki tudja rávinni, az botrányosan nagy sebzést tud kiosztani, hogy minden egyes csávon betalál. Közben Shen és Trundle tiltások, a vízicsacsit úgy érzem, ki akarják szedni a játékból, ahogy ezt az előző mérkőzésen is megtették már, míg a Unicorns of Love Bardot és Caitlyn tilt még Fizz mellé, és olyan gyorsan pörögnek a választások, hogy elveszik Csacsi Irelia-ját, ez 4 karakter a Unicorns of Love felső ösvényese ellen, a dzsungelben pedig talán egy Elise az, aki felveti majd a versenyt, Move Gragas azik ismét, míg ezúttal Ryze a Unicorns of Love-nál. Ezt akartam mondani, hogy egy olyan karakterről beszélünk, aki majdhogy nem 90%-os tiltási aránynak örvend mind Európában, mind Amerikában, a Európában pont 83% egyébként, és mégis inkább a felső ösvényre fókuszál a G2 csapata, olyan mértékben, hogy a tiltásait is csak és kizárólag erre az ösvényre összpontosítják, és még az első választásuk is egyébként ide érkezik. Én úgy gondolom, hogy ez talán egy kicsikét túlságosan is a büntetni vágyás. És hogyha mindezt azzal tetézik, hogy nem is egy tankot hoznak el a felső ösvényre, hanem egy játék középső szakaszára fókuszáló Irelia-t, akkor talán ez nem is a legjobb döntés. Majd kiderül. Nem tudom, a G2 nem látott mérkőzéseket előző szezonokból, vagy valami Ryze nem hagyjuk, hogy Csacsi elhozza, mert azért az a Ryze, amit Csacsi hát kezei közt megismerhettünk, az azért a felső ösvényen egészen kiemelkedő még másokkal szemben is. Viszont az a karma akár középső ösvényre is érkezhet, akár támogató pozícióra, Ryze akár a felsőre, akár a középsőre, úgyhogy ez jelenleg a Unicorns of Love-nál egy olyan 4 választás, amiből nem sokat árulnak el a G2-nak. A karma választást azért tartom nagyon indokoltnak, mert szivér és karma együtt ugye tudjuk, mennyi mozgási sebességet ad, és ha jobban megnézzük, a G2-nak jelen pillanatban nincsen tényleges kezdeményezése. Az a mozgási sebesség többlet, amit pedig fel tudnának ezzel a két választással, amiből most csak egy van meg náluk, halmozni, hát az lefuthatatlan lett volna. Nesze neked kezdeményezés? Csak az a kérdés, hogy marad-e igazából a... Jó, oké. Igen, így már érdekesebb lett volna. Viszont
a középső ösvény, ez Zillian már sokszor megmutatta, hogy milyen kombóra képes, viszont Bard kivételével egy kombót a Unicorns of Love meg tudott törni, meg tudott szakítani. Viszont a Braum választás, azt mondom, hogy megkérdőjelezhető. Akkor is, hogyha tankra szükség volt a csapatba, azért ez a karakter nem biztos, hogy tökéletesen megfelel a Unicorns of Love ellenében. Még akkor sem, hogyha ezzel a piszkálódásáról, valamint karma belső lángjával azért képes némi sebzést kiosztani. Az utolsó választás pedig talán jóslatodnak megfelelően egy támogató lehet, vagy nem. Köszönöm szépen, Hillisong. A lényeg az az, hogy még van lehetősége a flexibilitását kihasználni a Unicorns of Love-nak, hiszen ahogy te is mondtad, karma érkezhet középre vagy alulra, Rise érkezhet középre vagy felülre, micsoda? Gragas is mehet felülre. Így van, egy Gragas felsősvény, ezért nem tudom, Csacsi kezében én jobban szeretem személy szerint a kicsit sebzőbb karaktereket. Persze emlékszünk Maokai jó teljesítményekre a felsősvényen, de igazi nagy sebzés azért Gragasban nem lesz, a játék korai szakaszában fog valamennyit sebez, de később egyértelműen tank. Ez pedig szinte lekopírozása a G2 kompozíciójának az előző mérkőzésről, csak támogató pozícióban nem egy Soraka, hanem egy Karma az, aki érkezik. És az előbb is láthattuk, hogy azért a játék korai szakasz az a rákfené ennek a kompozíciónak. Az a kérdés, hogy a Karmát mennyire tudja kihasználni a Unicorns of Love csapata. Ezzel szemben viszont a G2-nál most egy kicsikét hamarabb beérő kompozíció van. Elisszel ugye már a játék korai szakaszában is rengeteg lehetőség van. Főleg akkor, illetve ugyanezt el lehet mondani szerintem egy Irelia-ról is, aki már akkor is képes arra, hogy össze-vissza ugráljon és kábítson, akit nem szégyel. Így van, és ugye az előbb a Maokai-Gragas párhuzamot már meghúztam, nagyjából ugyanúgy kell építeni majd a két karaktert, ugyanaz a tárgyválasztás lehet így, nagyjából ezért ugyanaz a kompozíció, és Karma sem sokban különbözik Sorakától, hiszen területi csapattársaknak tud pajzsot adni, ami majdnem a végső képessége Sorakának is, csak ő gyógyítás formájában, nem pajzs formájában adja ezt meg. Csak ő sokkal jobban koncentrál csapat segítésére, míg Soraka a területi némításával az ellenfelet próbálja egy kicsit gátolni az előre vonulásban. Itt ez a kis különbség, ez viszont fontos lehet, de talán jobb a szivérválasztás miatt most a Karma, mint a Soraka. A megvonás egyértelműen hangsúlyos. Mitté viszont egy hát meg ugye a válasz így a végső képességére szivérnek. Abszolút. Mitté, én úgy gondolom, hogy az egyik legjobb európai Braum játékos egyébként. Éppen ezért megint egy olyan támogató karakterről beszélünk. Most. Hát igazából az engem nem zavar. Ja, jó. Szóval összességében Braum a legfontosabb támogató karaktere 6.11-ben, de még talán a 6.12-ben is egyébként. Tehát itt is megkérdőjelezhető a megfosztásnak a fontossága, miközben a G2 nagyon-nagyon mélyre vándorol, a Unicorns of Love pedig szétszórva reagál erre, ők is elhelyezik a mélységi őrszemeket, bár egy kicsikét ezt is a pingekből és a mozgásból ítélve, hát kommunikáció hiányában teszik. Elkerülni azonban nem lehet ezt a vonalat, így mindenképpen le fog bukni az esetleges ösvénycsere. Gragas pedig a középső ösvény irányába indul el, és segítene Rek'Sai-nak talán, miközben a kulcsmesterségeket látjuk. És talán ebből a legérdekesebb az Perks-nél látható véleményem szerint. Felsősvény Irelia persze, harci szenvedély, az egyik legjobb dolog a világon. De egy középső ösvényes Zilliannek elhozni a pusztító tűz érintését, amikor ezzel igazából sebzés hátrányba helyezed magad, az talán a játék végső szakaszára fókuszál szintén ezzel a karakterrel is, miközben, hogyha esetleg elhozta volna a villámfejedelem akaratát, akkor a bónusz sebzése már az ösvény fázisban is meg lehetett volna. Az előző mérkőzésen sokkal jobb pozíciója volt az első sárkányra a G2 csapatának, és hogyha az lesz a forgatókönyv, mint az előbb, tehát a kettős toronycsere, akkor megint csak a G2 lehet az, aki az első sárkányra jobban érkezik. Itt lesz nagyon fontos az, hogy milyen sárkány az első, hiszen ha megint pokoli sárkány, az bónusz sebzés, a lehető legjobb, ami egy csapat számára jöhet a játék korai szakaszában, és ezt meg kell akadályozni a Unicorns of Love-nak mindenképpen, de
ebben a pillanatban látjuk, hogy mégsem a pokoli sárkány fog majd érkezni ezúttal. Az óceán sárkány egyébként mind a két csapatnak eléggé fontos tényező lehet, hiszen mind a két csapatban megvan alapvetően a piszkálódásnak a lehetősége. Tényes való a G2-nál talán egy kicsikét kevésbé fellelhető ez a lehetőség, ugye a Severe Boomerangnak köszönhetően, illetve a bombák is azért kicsikét kisebb hatótávolsággal rendelkeznek, mint a misztikus lövedék Veritasnál, de neki ugye ki kell nőni magát, tehát ez a sárkány a játék középső. Igen. Szóval ez a sárkány, ez csak kinőni tudná magát a játék középső szakaszára, attól függetlenül érdemes odafigyelni a játék korai szakaszában is, ennek elhozatalára. Az első tornyot időközben a G2 tudja először elhozni, ebből a bónusz aranyat X-Pack meg fogja kapni természetes módon, de egyébként a Unicorns of Love is már a hazatérésen van nagyban. Nagyjából egyszerre dől a két torony, egy különbség nincsen a két csapat között jelenleg. Aranyban a G2 tud vezetni minimálisan, ez köszönhető egyrészt a dzsungelben, másrészt a középső ösvényen felhalmozott minimális minion előnyből. Rice azért nem féltem a középső ösvényen Zilliannel szemben, ő szerintem tartani fogja az ösvényét. Oh. Viszont itt lebuknak az őrszemnél a Unicorns of Love játékosai, ami pedig azt jelenti, hogy egy ösvénycsere fordul, és akár a tornyokra is lehet majd érkezni. Kezdeményezés pedig Csacsira hiába. És X-Spectre is érkezik egyébként. A belső láng talál, Veritas le tudják követni, még csak kettes szintű, X-Spectre pedig már hármas. Megy őre Hillisang, és kimegy a kifárasztás. Micsoda kommunikáció, Veritas nem követte ezt le, Hillisang sebzése pedig természetesen kevés. És az előbb is látszott, mintha nem teljesen egy hullámhosszon mozogna Veritas a Hillisang, hiszen a kábítás egyébként gyönyörű szép. Szóval visszatérve, láthattuk, hogy az őrszemet megpróbálja Veritas kikerülni, ezért is simult annyira a falhoz. Hillisang ezt minimálisan sem próbálta meg utánozni. Azért Veritasnak sem volt esélye elmenni az őrszemellett. Nem, de ő legalább megpróbálta. Hillisang pedig egy az egybe belegázolt. Perks viszont bajban lehet, hiszen megérkezik Move. A fél életerejét szinte már el is veszíti. Trick pedig itt van a közelben, egy bomba magára, egy az ellenfélre, a villanás is kijön, és Trickre kell fordulnia a Unicorns of Love játékosainak. Trick fordul Move-ra, a villanás a válasz. A játék korai szakaszában Elise az, aki rendkívül erős lehet. Rek'Sai-nak pedig annyi! Zilian hozza el az első gyilkosságot. Move-nak alapvetően szerintem nem volt semmiféle lehetősége menekülni, hiszen a villanása és az ellenfél bázisa felé érkezett, illetve a villanása is úgy érkezett ki, hogy erre tudott reagálni Trick, és az ellenfél bázisa felé indult meg alapvetően. Az első gyilkosságot pedig egyébként a bombának köszönhetően Perks kapja meg, hiába Trick volt az, aki lekövette mindezt, tehát még a lehető legjobb helyre kerül ez is, Elise úgyis elfogy majd a játék végső szakaszára valamelyest. És arra szerettem volna még kitérni, hogy egy ötös szintű Elise-ről beszélhetünk, aki a szintelőnyét iszonyatos módon ki tudja használni, és a gyorsabb haladását alapvetően a dzsungelben. Most pedig aztán főleg, hiszen 9 minionnal tud vezetni, ami nem is minion, hanem sokkal inkább szörny, miközben látjuk, mi is történt. Nem volt ugye rálátása Perksnek, éppen ezért érkezik abba az ösvénybe, abba a bokorba, hogy megszerezze a rálátást, viszont erre a pontra Move már megérkezett. Fél életerőt le is tud szakítani Perksről, a villanásával viszont nem tud elég sebzést kiosztani Exile, és Trickről pedig a Unicorns of Love-nak nem volt semmiféle fogalma, hogy éppen ott tartózkodik a hídon túl, így megszerzi a gyilkosságot, pozíciális előnyét és információ előnyét kihasználva a G2. Irélia egyébként nagyon szépen érkezett a teleportjával, ezért nem tudott menekülni a villanásába a Move, hiszen választhatott, hogy vagy a pengecsőrök felé villan, vagy pedig Irélia kezei közé, karmai közé, ami hát nem biztos, hogy még egy támogatást per gyilkosságot szeretnél adni az ellenfél csapatának, ez még így a kisebbik rossz volt, és még vissza kellett lépni a X-nek is, hiszen ő is majdnem meghalt, és nem tudott menni segíteni. Csacsi van, te ilyes mértékben kizárva az ösvényéről. Azért ez valamelyes X-Pack-re is igaz. Exile pedig megindul, a kombója kimegy Perksre, egy fél életerőt fog tudni elszívni, és ő is lesebbeződik egy negyedet, de ez csak piszkálódás. Miközben egyébként az oltalmazott Perks be tudta fejezni. Így van már lehetősége minden egyes szintlépés után, illetve alapvetően is életerőt visszanyerni, hogyha több manája van. Ezt most láthatjuk, hogy per pillanat pont így van.
X-Pack pedig érkezik meg segít. X-Packet érkezik Trick meg segíteni az alsó ösvényen, hogy a torony alól véletlenül se lehessen kikapni. Ó, egy kifárasztás Csacsival szemben, a harapós vagy totál mellé megy. Sebzés ugyan érkezik valamennyi Csacsira, de közel sem annyi, hogy gyilkosságot lehessen ebből elhozni. A Unicornsok Levi játékosainál nem elérhető teleport, sem pedig rálátás a sárkány környékén. De erre nincs is szükségük, hiszen három emberrel érkeznek. Itt van a G2-tól Trick. Egy őrszemet kihelyez, és utána azt mondja, hogy rendben, az óceán akkor legyen a Unicornsok Levi. Csak az a kérdés, hogy az őrszemet azt szándékosan ott hagyta egyébként? Hiszen a mindent látóval volt rálátás a... Nem is tudom, talán kettő bokkalodik. Időveszteség, eddig is vezetett farmban, nem szeretné, hogy visszajöjjön. Viszont így felesleges információt ott hagyja Unicorns of Love-nak. Tény és való, hogy azt sem mondja meg, hogy igen, itt van egy mindent látó őrszemünk. Szóval visszatérve, így van, megvan a sárkány erősítése a Unicorns of Love-nak. Véleményem szerint ez azért lehet nekik most nagyon jó, mert ezzel megtagadták. Aha. Jó, akkor majd most. Szóval így megtagadják a G2-tól azt a lehetőséget, hogy... az Ezreal piszkálódásra valamilyen úton, módon, passzív formában természetesen reagálni tudjanak. És arra már kitértünk, hogy Trick sokkal gyorsabban tud haladni a dzsungelben, mint Move azzal a Rek'Sai-jal. Ezt még most is láthatjuk a 10-es szörny különbségben. Az ösvényeken alapvetően ilyesféle különbség nincs. Felső ösvényen 10 minion, alsó ösvényen ez teljes mértékben fordítva igaz, tehát csak a dzsungel az, ami tényleges különbség a két csapat között. Igen, és egyébként nagyon magabiztos Vizi Csacsi, hiszen tárgyának egy pecsétgyűrűt választott, mintha csak Echo-val játszana a felső ösvényen. Erre jelzőket szeretne majd gyűjtegetni valószínűleg, és így növelve a fizikai erejét, miközben Mitire érkezik kezdeményezés, a pajzs ott van, de le lehet kötni, a sebzés pedig kapná, de ez természetesen kevés rálátása nincsen arra a dzsungel területre, a Unicorns of Love-nak így nem lehetett tovább menni. Hiába a kezdeményezés, gyilkosság megint csak nincs. Gyűlhetnek egyébként már a jelzők, mind Exile-on, mind pedig Veritas-on, tehát beindulhat a halmozódás effektusa a Unicorns of Love-nál. Innentől kezdve negyed óra is beérhet a kompozíciójuk, viszont az addig elkezdett harcok, azok szerintem nem nekik fognak kedvezni, igazából semmilyen formában sem. Maximum Rek'Sai-nak volna lehetősége ezeket minimális mértékben javítani, neki már most is van sebzése, hiába csak egy Bami Parazsát vásárolt egyelőre. Ezzel szemben viszont a G2-nál sokkal több olyan karakter van, akiben a lehetőség már most is adott. Az első tárgya egyébként Svennek már a dühöngők csizmája volt, így támadási sebessége az bőven van. A harapós vagy megint mellé, szerintem kezdhetjük azt számolni, hogy mikor talál. Lehet, Igzai pedig jól tud menekülni a végső képességének köszönhetően. És további párhuzamot vonnék egyébként az előző mérkőzésen látott kompozíciókkal, hiszen itt is van egy olyan karaktere a G2-nak, aki a játék végső szakaszában jelentős mértékű területi varázssebzéssel rendelkezik, akárcsak azért Zillian valamelyest ehhez csatlakozik, bár az ő végső képessége az a rendkívül jól kihasználható, még hogyha esetleg Sivir, aki... Bár ott a végső képessége, ott van egy varázspajzsa, azért mégiscsak könnyen eltakarítható, mégiscsak ott marad. Mostanra egy kicsikét kezd fokozódni az a farm különbség, amire az előbb kitértünk, de ez csak azért jelenthet bármit is, hiszen így az aratása is később fog beérni Veritasnak. Tehát egyrészt halmozza a jelzői, megint talál Exile-ra egyébként egy kábítás, a sebzés, ez pedig nagyjából 40-50% életerőre volt elegendő, viszont érkezik Mitty is. És Exile az, aki vissza tud lépni. Mitty hát nem először érkezik úgy, hogy ebben nem lesz semmi az égvilágon, ha csak nem egy szurdok hírnek a Unicorns of Love számára. Erre rálátása éppenséggel minimális ugyan, de van a G2-nak. Tisztában vannak vele, hogy a szurdok hírnökét szedi a Unicorns of Love csapata, hiszen a pingek is érkeztek már ide. Ezt azonban megakadályozni nem szeretnék. Így Vizi Csacsi lesz az, aki ezzel az erősítéssel rendelkezik a későbbiekben, a végső képesség pedig minion takarításra megy ki közben Veritas-tól. És ezt a fallal egyébként Mithy a minionök után le tudja védeni, amikor már tök mindegy, hogy tovább megye. De legalább a védelem az meg volt. Be tudta fejezni a korokpálcát a 12. perc előtt Perks, ez igazából remek teljesítmény. Úristen! Nem úgy, mint ez. Csacsinak a kezdeményezése botrányos volt. Nem elég, hogy elrontotta a villanás kicsi a rakás kombót, utána még a varázspajzsba beledobta a robbanékony hordóját is. Hát... Perksnek ott is van az a sunyi mosolya. Igen, ő nem volt igazi veszélyben. Mármint Sven a középső ösvényen, így a csapattárs nyugodtan megmosolyoghatta ezt. Na mindegy.
sikertelen kezdeményezés, de nem bukott belőle semmit a Unicorns of Love, talán most jelen pillanatban ez az, amire kitérhetünk. Egy villanás azért Gregesnál. De nem buktak ténylegesen komolyabb, tehát semmiféle célpontot, erre gondoltam konkrétan. Egy ezres aranyelőnye már most van a G2-nak, Exile pedig nem tér haza. Miért is térne, mikor Perks az ellenfele. Itt pedig most talál a harapós fagy, ezt beírhatjuk arra, hogy betalált. Azt mondtuk, ezt fogjuk számolni. Csacsi viszont könnyedén menekül el a csúszásra. Komolyan egy gubós ellenfélre is megadjuk? Most tényleg? Na mindegy, a lényeg, hogy kábítva volt Csacsi, és tényleg betalált a harapós fagy. Mitty megint érkezik, viszont őrszemen át kellene, hogy tényleg a rajtaütést meg tudja kezdeni Exile-val szemben. Két-két bedöntött tornyunk van, egy percen belül pedig a mérkőzésnek a második óceán sárkánya fog érkezni. Láthatjuk azért, hogy ennek valami haszna már volt a Unicorns of Love szempontjából, hiszen azért például Exile-nak a mana visszatöltés az eléggé jól tud jönni, pláne miközben gyűjti a jelzőket. Ugyanúgy Veritasnak ugyan is. Kérlek. Move pedig kitakarít egy őrszemet, majd ráparkol egy másikra. Mitty az, aki hazatérhet egy mellélőtt harapós vagy után, ezt azonban Hillisang nem hagyja. A Unicorns of Love a középső játék részre próbál összpontosítani, hiszen mindjárt érkezik a sárkány, és innen könnyedén lefordulhatnak majd, miközben Hillisang menekül egy csöppet, hiszen Perks támadásba rendül. Én is elfutnék az alól a Zillian elől egyébként. A 11. percben 120 farmmal rendelkezik, és mellette azért rajta van a mérkőzés egyetlen egy gyilkossága. Tehát elég félelmetes tud lenni jelen pillanatban a két jelzős korok pálcájával. Viszont a sárkány az él, és a Unicorns of Love igényt tart rá, legalábbis a mozgásból ítélve. Nem vagyok benne biztos, ha itt egy csapatharc kialakulna. Zventől késő jött ki a pajzs egyébként, Mittytől pedig egyáltalán nem jött ki. De visszatérve, nem vagyok benne biztos, hogyha itt kialakulna egy csapatharc. Láthatjuk, hogy a piszkálódásból is már a G2 mennyire ki tudja venni a részét, nemhogy majd egy esetleges csapatharcból. Csacsi pedig megtalálta az őrszemet. Egy kicsit még nézegette, hogy milyen szép, gondoltam, nem akarja elpusztítani, mert az mégiscsak egy őrszemgyilkosság. Mindegy, viszont a korok pálcája már elkészült mind a két középső ösvényes máguson. Az aratást viszont csak Sven tudta egyelőre befejezni, ezt azért pótolni fogja Veritas is hamarosan. A sárkány felé pedig Move lép ki legelőször, meg is sebzi, hogy még több sebzés szenvedjen el, miközben X-Pack pedig vízicsacsit próbálja meg megbüntetni a felső ösvényen, X-Pack persze fordul, a mozgássebesség megvan, a sebzés elegendő, de ott a korvarázs, hátrébb is kell lépni, hiszen két G2 játékos érkezik az egy Unicorns of Love-val szemben, a visszavonulás pedig elég lassú Exile-tól, a passzív jelzők ott vannak rajta, a harapos fagy pedig a legjobb kor talál be, vissza lehet fordulni Perks, aki elvillan, ott a kifárasztás és a gyilkosság, megint csak Perksnél, a villanását három játékosnak is ki kellett használni a G2-t. Három darab idézői képességet igazából, hiszen gyógyítás és kifárasztás is kiment. Perks csak így élhette túl ezt az egészet. Az előző mérkőzésre visszautalva láthattuk, hogy Ryzen azért kevésbé hatásos egy kifárasztás, de azért nem a mérkőzés 15. percében, akkor még jó neki az a sebzés, amitől nem esik el, a kifárasztás van rajta. A gyilkosságot megint Perks kapja egyébként, ami megint a lehető legrosszabb helyre kerül a Unicorns of Love szempontjából, és a lehető legjobbra a G2-ból. Teljes mértékben megtolta az alsó ösvényt Perks, így látjuk, hogy a farmja most már 142 a 16. percben, és ezt a mérkőzésen leginkább csapattársa Sven tudja lekövetni, a G2 pedig beruház egy sárkányra, Move itt van a közelben, a prédaleső, na nem, beugrik, de nem sikerül elhoznia és lehet rá fordulni, de itt van még három Unicorns of Love játékos és teleportál, Perks is érkezett. Exile szintén itt van, egy gyilkos fárgot pedig már Irelia tud megszerezni, Perks a következő áldozat, egy-egyes a csere, X-Packre fordul a Unicorns of Love, nagyon szép a kicsi arakás ezúttal talál, a lassítás szintén jó, majd a lekötés, és utána meg is hal, Veritas tud elhozni egy gyilkosságot, 2-1-es így a csere, de a sárkányt elbukja a Unicorns. Viszont cserébe a toronyra valószínűleg ők tudnak majd fordulni. Láthatjuk, hogy azért az ösvénytolás az itt már bőven elegendő, és a kettős emberelőnyt, sőt, hát mondhatjuk, hogy négyes emberelőnyt kihasználva ezt a tornyot valószínűleg el tudják hozni, ezzel megszerezve a torony előnyt. De még ezzel az előnnyel is igazából csak az arany előnyét redukálva a G2-nak. Még így is ők azok, akik egy minimális mértékben ugyan de vezetni tudnak ilyen szempontból. Torony hátrányban, visszajátszás során látjuk, hogy kettes szint hátrányban próbál Move érkezni arra a sárkányra. A teleport pont akkor jön meg Csacsitól, amikor már a sárkány egyrészt meghalt, másrésztről egy iszonyatosan nagy kört kell mennie, ezért is mondhatjuk azt, hogy a csapatharcot jobban is megjátszhatta volna a Unicorns of Love. Volt ugyanis
egy kicsikét közelebbi őrszeme is. Viszont Csacsi nem ugrott be. Onnantól kezdve viszont, hogy megérkezett, a szétszórt G2 játékosokat le lehetett követni, tehát korvarázs nélkül, ami nagyjából még 20 másodperc töltési idő volt, Perks teljesen egyedül ott maradt 5 ember gyűrűjében. A háttérben pedig Xpect volt az, aki akciózni szeretett volna, amiközben Trick is itt van egy vörös lopásra. Minden esélye meg is van. Azonban kivitte el ez a kérdés? Elvitte a harapós vagy? Igen. Elbizony, Miti ritkán talál, de akkor nagyon. Hát az előző csapatharcra visszatérve még azt hozzátenném, hogy úgy érkezett egyébként XL a csatába, hogy nem volt elérhető a végső képessége, az már csak a lekövetésnél, tehát az utolsó gyilkosság lekövetésénél jött vissza, az a mozgássebesség bónusz és Csacsinak a remek képesség használata kellett ahhoz, hogy be lehessen fejezni ezt az újabb gyilkosságot. Ezúttal azonban a G2 az, aki a középső ösvényen ostromol, és XL-jel kell szembenéznie Xpectnek az alsó ösvényen, a toronynak dőlnie kell, menekül Veritas, kiegyenlít ebben a tekintetben is a G2 csapata, nem hiszem megérkezik Muzané, pedig visszalépnek csak, hogy ne legyen jó hangsúlya a mondatnak. A teleport ugyanis hátra érkezett a Unicorns of Love-tól, és hogyha nem lép vissza időben a G2, akkor azért Rise képes lett volna büntetni őket, még így is zónázva van a G2, hiszen Xpect az alsó ösvény T2-es tornyát már tolja, a Csacsi szint hátrányban ugyan, de érkezik. Minion takarítása célja, az pedig valószínűleg végezést adja vinni. Perkszék pedig megindulnak, Veritas a jó a gubó, majd utána a harapós fagy, a Gletscher szakadék és kijön, jó a kábítás, Perksz pedig egy bombával biztosítja a gyilkosságot, a torony még nem dől be, de a Unicorns of Love egy újabb játékost veszít el, nem fejezik be a tornyot, Csacsira pedig Xpect fordul, a szint hátrány most már nincs meg a két játékos között, de a gyilkosság sem, a G2 mehet tovább a középső ösvényen. Ez megint egy nagyon szerencsétlen elkapása volt Veritasnak. A gubót hibátlanul lőtte ki Trick. Még arra is gondolt, hogy visszalép, de azt gondolja, hogy tudom, hogy visszalép, és akkor mégse lép vissza úgy, hogy úgy lövöm ki. Miközben Move megint csak itt van a végső képességével, de megint jól lép vissza a G2. Egyelőre azt mondhatjuk, hogy a Unicorns of Love csapatának nem rosszak a hívásai, de mindig egy kicsivel kevesebb, mint ami éppen kellene. Vizicsocsi játék annak ellenére, hogy 4 karaktert is kivettek tőle, egy ötödikkel is jól tud teljesíteni. Trickre pedig Move fordulhat már, de hátrébe lép Trick, úgyhogy ő nem fog meghalni. Még a saját tornya alatt is kicsit visszább lépett, nehogy Move megpróbáljon valami kis turpisságot. Úgyhogy megelégszik annyival, hogy kitakarítja az ellenfél dzsungelét. 20. percnél járunk lassan, azért azok a jelzők összegyűlhetnének már Veritason, aki ugye befejezte a Manamunát, ugyanezt még nem lehet elmondani Exile-ról, ez egy nagyon sneaky baron hívás közben, majd visszatérünk rá, hogyha reagál a G2, ha reagál, ismétlem. Szóval Exile-ra tértem ki egyébként, akin van egy szükségtelenül nagy pálca, viszont a jelzők azok még gyűlnek rajta. Nem fog odaérni a G2 egyébként, hiszen nem, már teleportolok nem volt Csacsi. Nem fog rájönni a G2, ebben a pillanatban ezért rájönnek, de a G2 olyan lassan reagált erre a hívásra, ami egyébként gyönyörű volt a Unicorns of Love-tól, és villanásokat és képességeket kell kihasználni, pontosan villanást és képességeket kell kihasználni, de kijön a Unicorns of Love, és a 21. percben egy nagyon korai baron nasorral akár a vezetést is átvehetik. Ez egy pöpec hívás volt, apukám. De tényleg, 20 perc, 10 másodperc. Emlékszel talán, amit mondott az elemzésben az előző mérkőzés végén? Lassan kezd úgy járni a Unicorns of Love a baron nasorokkal, mint a Dignitas. Hát szerintem gyorsan rácáfoltak a kijelentésre. Ha most meghalnak, én esküszöm megütlek. Nem, mert fáj a karom. Mindegy, az biztos, hogy a suhanós fütyerákot megszerzi Trick, így a rálátása sátkány jött az övék, Csacsi pedig egy kikábításba áll bele, és némi sebzést eszik meg. A toronyra viszont lehet indulni, Hillisang használja el a végső képességét, a mantrával felerősíti. Itt pedig Csacsira megint kijön egy kábítás, a következőt azonban már nem lehet rajta véghez vinni, a harapós vagy hiába talált be, a tornyot pedig az a bosszantó baronnasorra erősített ágyús minion gyepálja egyfolytában. Ez olyasmi, mint az új játékmód lesz, tudod, amikor majd hát így taktikusan döntögest félpályáról a tornyokat. Igen, igen. Itt viszont Csacsira jó az elkapás, a kábítás pedig Xyra, viszont vissza sikerül lépni. A kábítás move-ra jó, a robbanékony hordó pedig visszalöki az ellenfeleket. Xpect teleporttal érkezett kifárasztás két emberen, Xyra és Xpecten. Xyra az első halott, a korvarázs ott van Xpecten, teljesen fölöslegesen, ő még meghalni nem fog. Csacsiról ezen nem igaz, hiszen be tudják fejezni. Perks kettős gyilkosságnál jár. Irelia is el tudott hozni egyet, Hillisangnak még a villanás jó, de Xpect felveszi.
ahol bombád, majd utána rámegy az ellenfélre, és így van meg a hármas gyilkosság. Veritas még menekül, a térugrását elhasználja. Ő még talán életben marad, de mehet tovább a G2 csapata. 8-2 a gyilkosságok aránya, Perks pedig még csatázik Veritasszal, a lassítás jó Mitytől, a kábítás megvan. Tadadadam. Bomba robban, a gyilkosságot pedig megszerzi Perks. 4 gyilkossággal zárja ezt a csapatharcot, és ász! 5 volt? Nem, Irelia hozott el egyet. Na haragudj, csak egy gondolat. Au! 23. perc, a Unicorns of Love elbukta a baronosor erősítését, és most már 4000-es arany hátrányuk mondtam, van. Mondtam, hogy pálya kezem. Nem érdekel, én meg mondtam, hogy megütlek. 23. perc tehát, 9-2-es gyilkossági állás. És én itt befejeztem. Mármint az elemzést, hiszen jön a visszajátszásunk, ahol láthatjuk, hogy nagyon-nagyon szeretni ezt a tornyot a Unicorns of Love, talán túlságosan is. Beleáll Move is és Exile is a Gletscher szakadékba, ami ugye egy 2 emberes kezdeményezés, és Xpect nagyon jó helyről tud érkezni, a kifárasztás mit sem ér a tényleges sebzése ellen. A korvarázs az ugyan feleslegesen megy ki, de arra pontra már megvan az első gyilkossága. Hoppá, közben pokoli sárkányt szeretne a Unicorns of Love elhozni, így lecsippentjük a visszajátszás végét. A G2 azonban ezt átveszi, köszöni szépen, és a mérkőzés második sárkányával azt csinál, amit akar. 0-0-8-as ügynökünk egyelőre remek sújtásokkal érkezett erre a mérkőzésre. Akkor Mitty egyszerűen... a 0-0-7-es? Mitty? Hát ő az, persze. Ő az amúgy, aki a második Iron Solari medált fogja vásárolni, hiszen trikken már befejeződött ennek a tárgynak az építése teljes mértékben, megvan a csapat orientált varázs ellenállás, és akkor is meg lesz, hogyha trik vagy Mitty éppen nincsen ott, de a plusz pont sem elfeledendő egyébként. A jelzők gyűjtését most már mind Exile, mind pedig Veritas befejezte, de én azt mondanám, hogy ez egy kicsikét így szomorú, hiszen az előző csapatharcban, illetve a baronnasor után közvetlen ezt nem igazán tudták kihasználni, Sejemöbb az befejeződött Veritason. Egyőre egyébként az előző mérkőzés kopírozását látom, hiszen megindul a középső ösvényes mágus, aki a játék végső szakaszában területi sebzést okoz majd. Megindul valamelyest az Irelia felső ösvényen. Nagyon jó a szinergia a középső ösvényes és a dzsungeles között. Ugyanaz volt a Unicorns of Love-nál is, viszont ott a játék végső szakasza, ahol ez a kompozíció, ami a Unicorns of Love-nál van jelenleg, elkezd erősödni. Hát nem akarom azt mondani, közben a hazatérés tökéletesen érkezik. Tehát én látom a lehetőséget egy ugyanolyan visszajelet erre az Unicorns of Love esetében, mint amit az előbb láttunk a G2-nál, ha csak a kompozíciókat és a játék lefolyását tekintjük. Közben egyébként érdekes, de Csacsinak sikerült lecserélni egy Irelia-t, akinek szinte nem volt sebzése a dagira. Persze, mert ez egy új meccs, az előbb volt Irelia, azóta lecserélte. Á, igazad van. Tényleg. Na mindegy, Starakját be tudta fejezni már Xpect, tehát neki van kellő mennyiségű életereje, és a sebzése sem rossz. Láthatod, hogy az 1v1-es serében jól áll Csacsi, de itt... Oj, de nagyon szép robbanékony hordó, te jó isten, Xpect közben még megy a harapós, vagy nem, talán robban a bomba, a sebzés bőven nem lesz elég, és érkezik már Karma. Nagyon jó a kicsi a rakás, de talál a Gletscher szakadék. Ez pedig megpecsételi Vizi Csacsi sorsát, a második halálát szenvedi el a mérkőzésen. Plusz mozgási sebesség már nem volt elegendő, hiszen a Gletscher szakadéktól az sem mentette meg Csacsinak az írháját. 10-2-es gyilkossági állás, de legalább ez nem Perkshez kerül, bármennyire nem számít ez már a játék jelen szakaszában. 27. perchez közeledünk, Exile az, aki próbálja tényleg egyébként Perksnek a hívásait leutánozni. Rise-al majd én megnyerem a mérkőzést, nem túlságosan sikeres. T2-es tornyot az alsó ösvényen 3 arab támadás erejéig tud büntetni. De legalább a próbálkozás megvan. A próbálkozás a Unicorns of Love-nak szerintem inkább húznia kellene az időt. Azért ők a játék végső szakaszában igen erősek lesznek, miközben egy felemelkedés, majd leereszkedés triktől így beleállhat a mantrás belső lángba. Nagyon taktikus döntés, ahogy Lux mondaná. Az alsó ösvényen pedig Irelia váltott ösvénytolással él, mit is csinálna mást, és vásárolja majd magának a szellemarcot, amely jó lesz mindenképpen Rice sebzésével szemben. Annak ellenére, hogy Unicorns of Love nem tud kimozdulni a saját bázisáról, mélységi őrszemeket helyeznek el bele a G2 dzsungelébe, ami azt jelenti persze, tudják az ő mozgásukat lekövetni a saját bázisokon belül, viszont a saját dzsungelükből semmiféle információ nem érkezik hozzájuk, miközben az alsó ösvényen dől a T2-es torony, így 6-4-re módosítva ezen statisztikát a G2 javára.
Tessék, a saját dzsungelben megoldották a rálátást, elsújtották az éji farkast. 14-es szinten 4 játékos a G2-nál, ami azt jelenti, hogy Sven tudja tartani a lépést azokkal, akik szóló ösvényen vannak, és nyilván a dzsungelessel. Ez nem megfigyelt a Unicorns of Love-nál, Move 2 szinten van lemaradva, egy a sújtás párbajban valószínűleg alul fog majd maradni Trickkel szemben, és Veritas sem tudja hozni azt a szintet, de még támogató Hillisang is egy szint lemaradásban van. Sőt, amúgy Sven 15-ös már ő a legnagyobb tapasztalati ponttal megáldott játékos a G2-nál, nem is jelen pillanatban. És a mérkőzésen is. Az a kettes szint különbség alapvetően a dzsungelesek között az egész mérkőzésen meg volt. Most ugyancsak egy, de ezzel nincsen semmi gond, Trick majd mindjárt fejlődik egyet. És alapvetően farm különbség az nincsen a dzsungelesek között, de ezen a pontján a mérkőzésnek szerintem nem is ez, ami hangsúlyos, hanem az, hogy a gyilkosságokban milyen mértékben veszi ki a részét, például a Trick 80%-os egyébként ezen állása neki. Ezzel szemben viszont Move 2-ből 1-be volt ott, akárhogy is nézem, ez rosszabb. Ez egészen jó meglátás, bár ha meg úgy nézzük, akkor 2-ben nem volt ott Trick, és 1-ben nem volt ott Move, tehát lehet itt azért egy kicsit szőrszál hasogatónak lenni, viszont lövész pozícióban már nagyobb a különbség, akkor is, hogyha gyilkosságban való részvételt, és akkor is, hogyha farmot tekintünk, miközben egy harapós vagy suhan el Move arca mögött. És az alsó ösvényen Csacsi, valamint X-Pack között a párharc, és valóban, ahogy ezt már többször kiemeltük, egy az egyeni szituációban X-Pack alul maradt Csacsival szemben, de azért vicces. De az egy trükkösebb na, tehát Irelia-ban megvan az ide-oda ugrálás lehetősége. Köszönöm szépen. 30. perc érkezik, illetve ami még érkezik, az még egy pokoli sárkány, ami ugye a második jelzője lehetne a G2-nak, ha nem akarnának éppen baronozni. A teleportja Mincsacsinak, Mindexának elérhető, érkezik mind a kettő. Érkezik mind a kettő, kiment a végső képessége Veritasnak, nagyon szép az unázás Perkstől, de őt visszadobja Csacsi, a baronnasort el tudja hozni X-Pact a felső ösvényről, majd egy gyilkosságot is belehalt ebben Rek'Sai, X-Pact menne előre, és be is lehet fejezni X-Zájt, jó volt a korvarázs, még korábban így életben lehetett maradni, Veritas hiába használja el a sejemövet, így is meghal, Hillisangra pedig már Mitty megy, egy alaptámadás, majd utána villanását kell Hillisangnak használni, nem kell lekövetni, hiszen a 3-0-ás csere a baronnasorral elegendő lehet a mérkőzés befejezéséhez, hiszen 20 másodperc múlva jön Move, fél percet kell még várni X-Zai-ra, valamint Veritasra, a mágusra és a lövészre, a baronnasorra erősített minionok nem nagyon szeretnek meghalni, Vizicsacsi még menekül, a Nexus-t védő tornyokra fordul már a G2 csapata, a mantrát elhasználja Hillisang, azonban sem sebzés, sem pedig védelmet nem tud nyújtani, Csacsira még elfordulnak Mitty-ék, ez azonban csak egy kis kitekintés, a Nexus már lehet püfölni, éledni azonban nem fog már Veritas sem. Ebben a pillanatban vége a mérkőzésnek, a 31. percben, mielőtt még igazán kiteljesíthetne a Unicorns of Love csapata, a G2 rövidre zárja, és 2-0-ával zárja a mai nap. Szóval semmit. De csak még keresem a megfelelő szavakat. Azért egy ilyen mérkőzés után ez nem túlságosan egyszerű, de szerintem lendüljünk is vissza a mai napnak a ritmusába. Repülő rajta az megvolt a mérkőzésen, csak épp megint rossz irányba. Tehát a G2 volt az, aki egy-két jó elkapással neki tudott lódulni a mérkőzésnek, és folyamatosan ki tudták használni az információs előnyüket. Nem egyszer kitértünk a mérkőzés alatt arra, hogy nem rossz az őrszemezés a Unicorns of Love-nak, csak nem a jó helyen és nem a jó időben van. Tehát rossz. Nem rossz, csak rossz. Hát alapvetően amúgy ezt is mondhatjuk, igen. Igazából maga az elképzeléssel volt úgy gondolom mondjuk a probléma, azért, nem a kihelyezett összemek számával. Rossz. Hiszen a mélységi összemek kihelyezése általában egy nagyon jó dolog, hogy lásd az ellenfél dzsungelese hol van. Abban az esetben, hogyha a saját dzsungeledben sem mehetsz be biztonságosan, akkor tök mindegy, hogy látod-e, hogy az ellenfél dzsungelese éppen hol tart a saját dzsungelében, hogyha az ellenfél csapat többi tagja pedig a saját dzsungelében terrorizál. Alapvetően az UOL látta, hogy hol van az ellenfél dzsungelese, mert folyamatosan ott volt a tornyuk alatt, amit éppen bedöntöttek, csak ez sajnálatos egyébként módon... Egyébként meg Elise erre való, tehát ő torony alá bármikor tud érkezni, hogyha áll a torony, ha nem, ő mindenképpen a felemelkedés, leereszkedéssel, valamint a gubóval hatalmas potenciállal rendelkezik a rajtaütésekben. És megvolt az a felismerés is, vagy hát alapvetően a kompozíciós felismerése a G2-nak, hogy Irelia abszolút nem lesz tank.
tankos az lesz, de nem lesz tank. És éppen ezért Alice volt az, aki a tankos, vagy inkább támogatás orientáltabb tárgyakat megvásárolta, tehát egy Randuin készült nála, az Iron Solarit ezt kiemeltük, ez volt az első konkrét befejezett, vagy komplett befejezett tárgya. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy remek volt a G2-nak a játék ezen a mérkőzésen is. Az elsőn pedig én megadtam volna a Unicorns of Love-nak a győzelmet, őszinte leszek. Ha az az egyetlen egy hiba nincsen meg, akkor szerintem el is tudták volna azt hozni. De hát, ha egy csapat hibázik, akkor benne van, hogy ez a mérkőzés bekerül, főleg a játéknak olyan végső szakaszában. Itt pedig a visszajátszásna azt látjuk, hogy ezt a mérkőzést hol bukta el igazán a Unicorns of Love csapata, hiszen torony alá menni egy ilyen szituációban, úgyhogy mögéjük teleportál közben X-Pact, akinek tudták, hogy van teleport, és itt a kulcsfontosságú, hogy egyszerre két darab robbanás érkezett mind move-ra, mind pedig Exile-ra, hiszen egymás mellett tartózkodtak, és mind a ketten megkapták a bombából a sebzést. Perks egyébként az egész mérkőzés során remekül tudott igazából mindent csinálni. De összességében azt emelném ki, hogy nem volt lehetősége levakarni bárkit is a Unicorns of Love-nak a saját játékosairól a mozgás és sebesség miatt, ami viszont megvolt a G2-nál. Nem csak a vadászaton végső képesség miatt, ami ugye Sivirnél volt, hanem azért is, mert volt egy Zillion, aki azt mondta, hogy te Irelia, jöttél teleporttal, jó, itt van 100% mozgási sebesség, akkor futkároz. És pontosan ennyi történt egyébként. És egyébként megkapta a frontline-on. És akkor azt mondta, hogy ti vagytok itt a lövészek, jó, akkor én most itt vagyok és megöllek. Mert de nem kellett átmenni, hiszen mögéjük teleportált, és ott amikor, már nem volt senki. De egyébként, amikor visszafelé próbált menni a Unicorns of Love, még akkor is lefutott őket. Tehát amikor a Unicorns of Love megy a bázis felé, akkor is így vezeti az utat X-Pact, és azt mondja, hogy akkor erre srácok, itt egy balkanyar, jó? Egyszerűen hihetetlen volt az a mozgási sebesség, amit így bárkire fel tudott ruházni a G2, és hát nagyon jól ki tudták használni azt az előnyüket is, hogy a játék középső szakaszában sebzés fölőnyük az volt, CC fölőnyük az szerintem szintén volt, hiszen Csacsinak nem egyszer ment ki önvédelmi célokra minden képességen, nem csak a végső képessége, de igazából még villanása is. És az a baj, hogy ezek jól érkeztek egyébként ki. Csak hát a védekezésre kell elhasználni, akkor mi marad a kezdeményezésre, nem sok minden. Láttunk olyat, hogy simán visszadotta az ellenfelet, és sikerült is meggyilkolni a baronnasor küzdelemnél volt ez konkrétan. Egy gyilkosát el tudtak hozni, viszont az hatalmas hiba volt, hogy X-Pact tudta elhozni a baronnasort, mikor ott volt Rex-e is. És mind a két sújtás kimentem úgy. Igen, tehát Irelia-nak nagyobb a sebzése, mint amit a sújtás képes elviselni. Mitty pedig hát egyszerűen zseniálisan teljesített Brown-mal. Én féltem egy kicsit ettől a választástól, hiszen azért nem a legegyszerűbb kezdeményező karakterről beszélünk. Ezt a harapós fagyaival bizonyította is. De a Gletscher szakadékai azok egyfolytában jól jöttek ki. Gondolk arra, amikor a felső ösvényen vízicsacsit a Gletscher szakadék legvégével tudta megfogni, pedig akkor már pont futott volna a mantrával, felestett palmával együtt. Tehát akkor már menekülhetett volna, ha az ott pont nem kapja el. Az előbb látott visszajátszásnál két embert is sikerült feldobni a Gletscher szakadékkal az éppen bedőlő torony alatt, és így kapták meg egyébként a két bombás sebzést Perkstől. Ezt a kettőt is jól tudták kombinálni. Nem olyan jó, mint amit Bárdal tud kivitelezni Zillion, de ez a Gletscher szakadékos módszerrel is elég sok sebzést lehetett összehangolni. Szerintem még biztosabb is az egyébként. És azért is volt nagyon jó a választás, ez a Brown választás, Bardot akartam hirtelen mondani, ez a Brown választás, mert így volt kezdeményezése a G2-nak. Ha nincsen az a Brown, akkor vagy betalál a bomba, vagy nem, vagy bemegy az Irelia, vagy nem, valószínűleg egyébként úgy már kicsikét nehezebb szituáció lett volna a kezdeményezése összességében a G2-nak. Így viszont, hogy ezt átengedte a Unicorns of Love a Karma ellenében, hát egy olyan fegyvertényt biztosítottak a G2 számára, amit mocskosul ki tudtak használni. Pedig egyébként Karma jól teljesített. A játék jelentős részében halál nélkül le tudta hozni, a pajzsokat kiosztotta, a mozgássebességeket kiosztotta, a piszkálódása sem volt rossz, a belső lángok elég nagy százalékban találtak. Csacsi a felső ösvényen Irelia-val szemben könnyedén tudott egy az egyenni párharcokat vívni, úgyhogy ő jött ki belőle győztesen. A középső ösvényen kapott ki nagyon a Unicorns of Love csapata. Ez köszönhető annak is, hogy nagyon sokat segített Trick Perksnek, így a második daranygyűrű megvétele, valamint az, hogy a mérkőzésen ő tudta először befejezni a korok pálcáját, ez elegendő volt arra, ahhoz elegendő különbséget jelentett, hogy utána már a kisebb harcokban és a nagy csapatharcokban is megfelelő mennyiségű sebzéssel érkezzen, és végig farmba is tudott vezetni. Igen, egyébként a farm lemaradása is eléggé szembetűnő volt a játék elején Exile-nak.
Én azt mondanám, hogy ez megint csak inkább a Rise-nak a büntethetősége volt, illetve annak a kihasználása a játék korai szakaszában a G2 által, ugyanúgy, mint a Unicorns of Love által az előző mérkőzésen, pedig ott amúgy még ráadásul két nagyon végső szakaszos középsősmérs hős volt. Zillian azért már itt is tépett fél életerőket egy-egy dupla bombával, és ha emellé még érkezik egy Elise is, akiben van bőven sebzés, nem érne lenne. Az már egy instant robbantás, egy instant gyilkosság, tehát jobb lehetőségei voltak ezen a középsősvényen szerintem egyértelműen a G2-nak, és ezt tudták kihasználni, pont úgy, ahogy kellett, és nem nagyon volt lehetősége időt húzni a Unicorns of Love-nak, mert a kezdeményezés az túlságosan biztos volt a G2-nál. Hát nem tartották tiszteletben. Hát nem tisztelték, nem bizony. Viszont a sárkányokra egyébként nem lépett ki rosszul a Unicorns of Love csapata. Az objektumokra tudtak figyelni, és hogyha esetleg egy sárkányt el is buktak, akkor azt be tudták cserélni esetleg egy toronyra, vagy gyilkosságra. Miközben a mérkőzés játékosa nem lett más, mint Perks. Gondolom, túl sok meglepetést nem okoztunk senkinek. 7-1-3-as teljesítményével vezéregyénisége volt. Igazából nem csak a mai napon, hanem a G2-nak mióta az LCS-ben van. Igen, ezzel csak annyi a baj, hogy tisztában van vele, és az szerint adja az interjúkat is példának okáért. De mindegy, alapvetően egy remek játékos, megkérdőjelezhető hozzáállással. Egyébként a G2-nak egyébként is megkérdőjelezhető a hozzáállása, hogy azt már a Mid-Season Invitation, a meghívásos versenyen bizonyították is. Viszont itt Európában szerintem megint csak jól tudnak teljesíteni, ez pedig nem tudom, hogy Európát degradálja, hogy ők ennyivel jobb csapat jelenleg a többieknél, mert megint vezetik a bajnokságot. De azért nem annyira fölényesen. Igen, már kisebb a különbség azért a többi csapat és a G2 között, de ezért továbbra is ott van az előny, de van üldöző, például a Fnatic csapata, aki most fog majd pályára lépni a Splice-szal szemben, akik hát kieséssel küzdködtek az előző szezonban, most viszont a negyedik helyen állnak, és nem titkolt céljuk az, hogy bejussanak a rájátszásba. Lássuk, hogy ez a két titán, hát na jó, egy titán és egy feltörekvő kis csapat mit tud egymással kezdeni.